Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy a leendő bölcsödés kisgyerekek hogyan szoknak be. Meghívott vendégeim Kisné Kalló Györgyi, a Zuglói Egyesített Bölcsödék vezetője, és Bérdi Fruzsina, tanácsadó pszichológus. Az első kérdésem Györgyihez szólna, hogy a bölcsödékben mikortól kezdődik a beszoktatás, és körülbelül mennyi ideig tart? Üdvözlöm a nézőket! A beszoktatás nálunk is ugyanúgy az óvodában, tehát nevelési év kezdetétől van hivatalosan szeptember 1-től, általában október közepéig fokozatosan szoktatjuk be gyerekeket, de évközben is előfordulhatnak beszoktatások. És minden korosztályú, mert ugye a bölcsödékben különböző korosztályú gyerekeket szoktatnak be, ha jól tudom, fél éves kortól, akár közel 3 éves korig. Egyszerre történik ezeknek a gyerekeknek a beszoktatása? Tehát... Szülői értekezlet előzi meg a beszoktatást, amit augusztus végén tartunk, és ott a vezető elmondja a szülőknek igazából ezt a tájékoztatást, a általános információkat, és utána minden szülő a csoportjába, a saját kisgyermeknevelőhöz megy, ahova fog járni a gyerek bölcsödébe, egy csoportba. És igazából ott fogják elkezdeni megbeszélni a beszoktatásnak az ütemét. Annak a szülőnek, akinek mondjuk gyorsan kell mennie dolgozni, mert már mondjuk szeptember végén dolgozik, azok szoktak szeptember elején, aki mondjuk egy kicsit később a szabadságot, több és több szabadságot vesz ki, az akkor október közepén. És igaz az a hír, én csak szülőktől hallottam, hogy vannak olyan bölcsödék, ahol beosztják a szülőket, és általában 2 hetes időintervallumot kap egy-egy gyerek arra, hogy beszokjon. Tehát ez tényleg így működik a gyakorlatban? Igen, mert hogy egy egységben ugye 2 csoportszoba van, csoportonként 12 gyerek, a 12 gyereknek van 2 kisgyermeknevelője, tehát akkor 6-6 gyerek van, és hogyha tiszta csoport indul, tehát minden gyerek új, nem maradós gyerekekkel, akkor úgy osztják be, és az a 6 gyerek azért az... Eloszlik így a október 15-ig. Tehát akkor van, aki októberbe igen, kezdi. Igen, ez a szülőknek a döntése is, hogy melyiket szeretné igazából. És hogy lehet a legzökkenőmentesebbé tenni ezt a beszoktatást? Akár a gyerekek oldaláról, ha nézzük, akár szülői oldalról. El kellene kezdeni már így nyáron beszélgetni, hogy majd bölcsödés leszel, és hogy milyen jó lesz neked ott a gyerekek között, és akkor megelőzi még a szülői értekezlet után, megbeszéljük ugye a beszoktatást, és megelőzi még a beszoktatást egy családlátogatás, ahol a kisgyermeknevelő mennek a családba, és ott ismerik meg először a gyereket a saját környezetében. És akkor ott látja a szokásait, beszélgetnek a anyukával a napi rendről, elmesélik, hogy a bölcsödében milyen a napi rend, és akkor itt igazából, mikor első nap találkoznak a bölcsödében, mert nem idegen. Fruzsina, pszichológus szemszögéből te hogy látod a beszoktatást? Én is köszöntöm sok szeretettel a nézőket, és én azt gondolom, hogy azzal tudunk a gyereknek a legtöbbet segíteni, amit már Györgyi is elmondott, hogy már a nyár folyamán elkezdjük valahogy felkészíteni a gyereket arra, hogy most kevesebbet fog már anyával, apával találkozni, mint eddig, vagyis megkérhetünk akár családi barátokat, nagynénit, nagymamát, hogy egy napot vigyázzanak a gyerekre, hogy ne mindig a szülővel legyenek együtt, vagy egy hétvégére akár otthagyni a gyerekeket a nagyszülőknél már akár a nyár folyamán, illetve azzal, hogy akár, hogyha közel van a bölcsöd, akkor arrafele sétálnak, megnézik kívülről, hogy milyen játékok vannak, hogy ne egy teljesen ismeretlen környezetbe érkezzen meg a gyerek szeptemberben, vagy októberben, amikor elkezdődik ez a beszoktatás. Magyarán edzeni kell a gyerekeket a leválásra? Hát és a szülőket is, igen. Tehát, hogy ez a szülőknek legalább akkora, ha nem nagyobb megpróbáltatás, így akár 1 év vagy 1,5 év után elválni a gyerekektől, mint amekkora ez a gyerekeknek. Közben pedig ugye a gyerekek egy csomó új élménnyel gazdagodnak, megkezdik majd a kortársaikkal a kapcsolatokat kialakítani. Tehát nekik sokkal-sokkal több új élményük lesz, míg ugye a szülő csak egyedül marad, és visszamegy a megszokott munkakörnyezetébe, ami miatt sokszor a szülőknek ez sokkal nehezebb, mint a gyerekeknek.
Tulajdonképpen, Györgyi, így, hogy megbeszéltük, hogy így kéthetes csúsztatásokkal van a beszoktatás, de egy gyereket, ha veszünk, akkor mégis el lehet azt mondani, hogy beszokik 2 hét alatt? Nem, a beszoktatás azért az egy hosszabb folyamat. Itt igazából az elején ugye anyával van bent a csoportban, meg ott együtt játszanak, vagy anya végzi el a gondozási műveleteket, és utána fokozatosan veszi át a kisgyermeknevelő. Mi azért határoztuk meg, nem is mi igazából, a szakma határozta meg ezt a 2 hetet, mert fokozatosan minden napszakban ugye együtt van először az anyával, és utána fokozatosan megy ki az anya a csoportból, és akkor már a gyerek van bent azzal a kisgyermeknevelővel, aki a saját úgymond kisgyermeknevelője lesz, és azért általában elég szokott ez lenni, de igazából, hogyha azt mondjuk, hogy most beszokott egy gyerek, azért az egy hosszabb folyamat. De nem lehet minden gyereket egy hónapig, vagy másfél hónapig beszoktatni. Minden beszoktatás gyerekfüggő, tehát hogy válik le az anyától, anya hogy engedi el. Első gyerek van, akkor általában azért sokkal jobban ragaszkodnak az anyukák. A második gyereknél már azért sokkal könnyebben veszik ezt az akadályt. És nekem szerintem ez az egész egy bizalmi kapcsolat. A szülőnek bíznia kell a kisgyermek nevelőben, mert elvégre rábízza a legdrágább kincsét, a gyerekét, és azért, ha nincs köztük bizalmi kapcsolat, akkor ezt a gyerek is megérzi. Ezért is jó a családlátogatás, mert már ott elkezdődik ez a kapcsolat. És hogyha benn lehet, ugye az elején azt mondtad, hogy a szülőben van, csak az anya vagy anya-apa akár ketten is benn lehetnek? Hogy történik? Mi ezt szoktuk kérni, hogy egy. Egy szülő. Igen, hogyha most mind a kettő hozza, az első nap semmi gond nincs vele, csak utána, mivel ugye, hogyha azt veszük, hogy 40 gyerek is beszokik egy bölcsődébe, tehát egy nagyobb bölcsődébe, hogyha duplán jönnek a szülők, azért ott egy kicsit káoszos helyzet is kialakulhat az udvaron. És akkor 2-3 napig tart ez a folyamat, amikor úgymond anyás beszoktatás van, tehát benn van az anya? Nem, mert még a második héten is. Igen? Tehát nem megy el az anyuka. Tehát mikor elkezdődik a beszoktatás, ugye akkor bemennek, megismerkednek a helyjel, ahol fog enni, a jelét megmutatják, a játékokat, akkor a társakat is igazából megismeri, és utána az gondozási műveleteket is először az anya, például egy pelenkaváltást, az anya végz, a kisgyermeknevelő figyel, ugyanígy az udvaron is, és akkor utána fokozatosan veszi át, és először csak mondjuk egy rövid időre megy ki az anyuka, mondjuk egy mosdóba, de nem mehet el effektív a bölcsödéből, tehát kint a halban, vagy az átadóban, vagy erre biztosított helyiségben van, és hogyha bármikor szükség van rá, akkor be lehet hívni. És ami a legfontosabb, hogyha elmegy a szülő a csoportból, mindig mondja meg a gyereknek, ne legyen elszökés, hanem mondja meg, hogy mindjárt jövök, kimegyek a mosdóba, mert a gyerek meg fogja érteni azt, hogy hirtelen hova lett az anya, akkor nem tud vele mit kezdeni, de hogyha tudja, hogy vissza fog jönni pár perc múlva, akkor az azért türelmesebb. Hát akkor ez egész máshogy működik, mert itt például akkor nem fordulhat az elő, hogy a szülő beadja a gyereket, és azonnal elmegy dolgozni. Nem. Tehát itt mindenkinek, amikor akár a gyed, akár a gyes letelik, vagy visszamegy hamarabb dolgozni, úgy kell kalkulálnia, hogy akkor ezt a 2 hetet még rá kell szánnia úgy, hogy nem dolgozik. Így van, ez a nyílt napon, ami van tavasszal a nyílt nap, akkor is elmondják a vezetők. Hogyha felvételt nyert, és a beiratkozás is megtörtént, a szülő értekezleten is tájékoztatást, és azért is kezdik úgy el, amit az elején mondtam, hogyha sietnél kell dolgozni, akkor inkább szeptember elején, hogyha ráér, mert van szabadsága, akkor inkább a később időpont. De ezt a 2 hetet általában rá kell áldozni. Feruzsina, én mondjuk az óvodákat ismerem jobban, ugye a helyzetemből adódóan, de ott nagyon gyakori volt, hogy a kisgyerek már rég beszokott, jól érezte magát, tényleg semmi gond nem volt vele egész nap, és az anya még mindig rettegett attól, hogy el kellett válnia a gyermekétől, ott kellett hagynia. Hogy lehet a szülőkben, az anyákban elsősorban ezt az érzelmi görcsöt, feszültséget oldani? Van-e valami praktikus tanács?
Az első és legfontosabb, amiről már szintén volt szó, hogy a kisgyermekek nevelője és a szülő egy csapatot alkotnak abban, hogy a gyerek elinduljon kvázi az önállósodás útján. Igen, másfél éves gyereknél még furcsa, hogy erről beszélünk, hogy az önállósodás útján, de igenis ott meg fogja tanulni, hogy a saját igényeit hogyan elégítse ki egyedül, hogy rendet kell rakni maga után, megtanul szépen lassan akár egyedül fölöltözni. Ezek mind azok, amik abba az irányba mutatnak tovább, hogy amikor majd ő kiskamasz lesz, vagy felnőtt lesz, akkor egyedül tudja vinni az életét, és ez igenis, ez másfél éves, egy éves korban már kicsi gyerekként kezdődik. Ha a szülő meg tud bízni a kisgyerek nevelőben olyannyira, hogy rá tudja bízni a gyermeknek a felnevelését, az érzelmi, a gyereknek az érzéseit, hogy elhiszi, hogy a gyerek, kisgyereknevelő odafigyel az ő gyermekének az igényeire, akkor sokkal könnyebb lehet ezt a leválást átélni. Ezért szoktuk azt javasolni, hogy ne feltétlenül bölcsödét, hanem kisgyereknevelőt válasszanak elsősorban a bölcsisek mellé, hogy olyan, hogyha megtehetik, nyilvánvalóan azért van, akinél ez akár földrajzi okokból, vagy bármilyen okokból ez nehezített, de az első és legfontosabb az, hogy szimpatikus legyen az, akire rábízom a gyermekemet, hogy a félelmeimet el tudjam mondani annak, akire rábízom a gyermekemet. És ezek mellett, hogyha arra tudunk figyelni, vagy arra tudunk gondolni, hogy ez a gyerek érdekét szolgálja, hogy a gyereknek az jó, hogyha ő önállóan tudja majd az életét vinni, hogy ő megtanulja ezeket a feladatokat, tehát ha azt figyeljük, hogy igenis a gyermekem jól érzi magát, akkor egy kicsit ebből a görcsösségből azért szoktak tudni az anyukák engedni, illetve a másik legfontosabb, hogy ők meg tudják fogalmazni azt, hogy igazából mitől félnek, hogy igazából mi az, ami ezt a görcsösséget okozza ő bennük, és erről tudjanak akár a kisgyereknevelővel, akár a párjukkal, a családtagokkal, vagy segítő szakemberrel akár beszélgetni. Bölcsödében van bölcsődepszichológus? Most csak ez eszembe jutott a Fruzsina által elmondottakból, hogy igen, van. Van. Központilag van egy? Igen. Tehát akkor tehát a szülők bármikor, hogyha úgy érzik, tehát és így tud segíteni szakember. Egyeztetnek egy időpontot, és akkor megbeszélik a problémákat. Mikor mondjátok azt, ti ott a bölcsődében dolgozó szakemberek, hogy már problémás a beszokás? Tehát van-e egy olyan időintervallum, ami után már azt mondjátok, hogy na, itt hűít gond van, nem szokik be a gyerek? Vagy a gyerek produkál esetleg olyan viselkedésformákat, ami nem tartozik a megszokott dolgok közé? Tehát van-e ilyen, illetve mik ezek, amikor azt mondjátok, hogy hát itt gond van, ez nem rendes beszoktatás, ez nem szokik be rendesen ez a gyerek. Hát előfordult már, hogy dükkitörései voltak a gyereknek, vagy alvás időben egyszerűen képtelen volt a kisgyermeknevelő elaltatni a gyereket, hiába ült mellé, vagy fölborítja a széket, akkor esetleg, de ott már más probléma is adódik. Tehát, hogyha egészséges gyerekekről beszélünk, azért az egészséges gyerekek beszoknak. Neked erről van valami szakértői véleményed? Igen, én is azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha tényleg ilyen nagyon extrém viselkedéseket produkál a gyermek, akkor mindenképpen érdemes egy családterápiás megsegítést kérni, mert általában ezekben az esetekben, amiről már így érintőlegesen beszéltünk, hogy a szülőnek a félelme az, amitől a gyerek is annyira feszülté válik, hogy ezt az ő kis pszichéje még nem bírja el, és ezért vannak ezek a viselkedések, illetve lehetnek olyan akár neurológiailag megkésett, tehát hogy beszéltünk mindenféle zavarokról, amik így kiderülhetnek. Nyilván, hogyha valaki egy kicsit az autizmus spektrumon levő gyerek, az is ebben az időszakban már látható, és ő akkor nehezebben fog beszokni. Ezektől egyáltalán nem kell megijedni, ezek nagyon jó fejleszthető, kezelhető dolgok.
abban az esetben, hogyha segítséget kérnek ebben, akár a bölcsődepszichológustól abban, hogy hova tudnak tovább menni, akár magánúton, családsegítőben, tehát szerencsére nagyon sok lehetőség van arra, hogy kiderítsük, hogy mi is a fő probléma. Most lehet, az utolsó kérdésem egy kicsit furcsának fog tűnni, de azért kérdezem, mert annak idején engem 10 hónaposan adtak be bölcsödébe, és hát nem tudom pontosan, de pár nap után eltanácsoltak onnan, mert hogy annyira nem bírtam. Hogy van-e, létezik-e ma Magyarországon a gyakorlatban olyan, hogy például egy ilyen akár furcsa viselkedésnél, akár egy hosszan elnyúló, be nem szokásnál eltanácsoljatok gyereket a bölcsödéből, azt javasoljátok a szülőnek, hogy hát ez a gyerek nem bírja a bölcsödét, és inkább tessenek valami másik megoldást keresni. Igazából 3 hónapos próbaidő van, amit a törvény megenged. Inkább ez az esenés, tehát a sajátos nevelési igényű gyerekek esetére vonatkozik, az egészséges nem. De hogyha már ilyen extrém esetekről beszélünk, és ugye említettem, hogy látom, az egészséges gyerekek előbb-utóbb be fognak szokni, tehát zökkenőmentesen, kisebb zökkenőkkel. Az nem baj, hogyha sír a gyerek. Tehát anya kint sír, gyerek bent sír, ezzel semmi probléma nincs, mert meg fognak nyugodni, ugye ki kell jönni valahol a feszültségnek, tehát ez tök természetes dolog. Utána próbaidő van a 3 hónap, de akkor össze kell ülni, tehát gyógypedagógus, bölcsődevezető, kisgyermeknevő, a pszichológusunk, és akkor megbeszélik. És amit mondtátok, hogy segítséget, tehát el kell fogadni a szülőnek. Én is nem is el kell, hanem örüljön neki, mi segítő szándékkal vagyunk irányába, és fogadja el mindig azt a segítőkezet, amit nyújtunk felé, és ne legyen mindig elutasító, mert nem akarunk rosszat se neki, se a gyereknek. Van ehhez még hozzáfűzni valód? Én azt gondolom, hogy nagyjából lefettük ezeket a főbb kérdéseket. Ugye pusztán pszichológiai szempontból és az egyéb gazdasági és más szempontokat nem figyelembe véve, azért azzal tisztában kell lenni, hogy olyan 2,5-3 éves kor előtt nem feltétlenül van a gyerekeknek szüksége arra idegrendszeri érettség szempontjából, hogy kortársak között legyenek csak és kizárólag szükségük van mindenképpen a kortárs kapcsolatokra, de ez a játszótéren, a testvérekkel, az általában elég, ott még az anyuka az első számú gondozó, akire nekik szükségük van. És ha van egy olyan gyerek, aki lassabban érik meg, és lassabban halad előrefelé a fejlődésének az útján, akkor el kell fogadni azt, hogy lesznek olyan gyerekek, akik nehezebben vagy egyáltalán nem szoknak be, és esetleg azt tanácsolják nekik, hogy hát akkor jövőre próbáljuk meg újra, vagy azt tanácsolják nekik, hogy még igen, egy kicsit lassabban, tehát csak 1 napot vagy 2 napot, tehát lassabban haladjanak előre. A szülőnek azt kell ilyenkor figyelembe vennie, igen, hogy segítenek a szakemberek, akik ott vannak, illetve hogy ez az ő gyermekének az érdekében van, és nem azért, hogy ő vele kibabráljanak. Köszönöm szépen, és kívánjunk minden leendő bölcsödés gyerek szüleinek problémamentes beszoktatást, a gyerekeknek meg boldog bölcsödésévet. Én köszönöm szépen vendégeimnek a részvételt, elköszönök a nézőktől. A következő adásban a kisgyermekkori félelmekről fogunk beszélgetni. Viszontlátásra!